Köszöntöm a K.O. nézőit, mai adásunk vendége Lakatos Oszkár, az Országos Roma Önkormányzat képviselője, és Zagyva György Gyula. Az első kérdés pedig adódik, most jött ki egy közlemény, de ugye országosan is felháborodás keltett, hogy Kövér László és Farkas Flórián választási együttműködés kötött, ugye Farkas Flórián a Lungódromot képviselte ezen az aláíráson, és kiderült, hogy a Lungódrom nem adott felhatalmazást Farkas Flóriánnak választási együttműködés megkötésére. Hogyan történhet ez, hogy ő képvisel egy szervezetet, amely szervezet nem ad neki felhatalmazást? Hát ez úgy történik, hogy Farkas Flórián egyszerűen irányítja a Lungódrom vezetését. Gyakorlatilag 4 éve nem volt kongresszus. 4 éve úgy működik, hogy a pénzügyekkel, gazdasági ügyekkel kapcsolatban egyáltalán nem közli az elnökséggel sem, se a küldőgyűléssel. Tehát azokat a pályázatokat, amiről szó volt az újságoknál, TV-nél, az 1,6 milliárd az, azokról a pénzekről egy személybe döntött. Ugyanúgy az Orőnél, mint a Lungódromnál. Tehát önök akkor erről nem is értesültek. Azt sem tudtuk egyébként, hogy elkezdődött a program. Kritizálta a Fidesz munkáját, ha jól tudom, legutóbb például egy fórumon is. Igen. Mi miatt van ez az egész történet? Ugye ez egy ilyen fura skizofrén állapot, hogy egy Fidesz tag azért nem mindig szokta kritizálni az anyapártot, és egyre többször hallható ez, főleg például cigánypolitikában, hogy nagyon sokan kritizálják azt, ami történik, de nem csak cigánypolitikával kapcsolatban. Ez nem véletlen. Tehát tudni kell azt, hogy a rendszerváltás óta jöttek a pártok, mentek a pártok, minden egyes párt zászlajára tűzte a roma integrációt, minden egyes pártnak volt egy Flórián nevezetű embere, roma származású, és ők megmondták a tutit, hogy ők hogyan gondolják a romák integrációját, hogyan próbálják felzárkóztatni. Majd uniónak a tagjai lettünk, és akkor dőlt a pénz. Ami belkönnyékig turkálhattak bizonyos emberek. Tehát azt azért mondjuk ki, szinte ellenőrizetlenül könnyékig turkálhattak benne. Nem egyes emberek, akik akár cigány származású, akár nem cigány származású emberek, akik különböző alapítványokkal, szervezetekkel a roma integráció fedő neve alatt úgymond ők tüntettek el pénzeket. Az a cél, hogy egyes cigány vezetőkkel a kormány le legyen legitimálva a cigányok előtt, és úgymond a szavazatukat besöpörjék, ami egyébként nem olyan egyszerű, mert azért azt is látom egyébként, hogy itt azért a végeken, tehát mondjuk akár a Fidesznek is, például mondjuk a 2010-es és 2014-es választásokon, mondjuk azért a kis falvakban, a kis városokban azért még külön-külön meg kell azért küzdeni azért a cigány szavazatokért. A magyarországi közvéleményben az 1,6 milliárd ragadt meg, egy tudni kell, hogy az Országos Roma Önkormányzatnál 29 program futott, különböző minisztériumokkal konzorciumban, igen. És ez az 1,6 milliárd forint nem tűnt el, átalakult. Átalakult, mivé? Fizetésé alakult át, nem a Farkas Flórián barátai, hanem a Fideszhez köthető személyek, akik a programban részt vettek, projektmenedzsmentben, nem, az újságban megjelent az összes lista. És a valós munka pedig nem lett elvégezve. Voltak munkák. De mi az eredménye? Bocsánat. Tehát a lényeg az, hogy mi nem tudtunk róla, a Lungódrom elnökség, majd a Hatházi Ákos kilépett a színre, és akkor interjúban megkérdezték tőlem, és majd a László képviselő úrtól, hogy tudtunk ezekről a dolgok, gépkocsi beszerzés, székházvásárlás, semmi. Különböző emberek felvétele? Nem. A projektmenedzserről se tudtunk, azt se tudtuk, hogy létezik. Ezért kérdezem, hogy... Tehát semmit nem tudtunk. Amikor már mi tudtuk, a sajtóból, újságból értesültünk, hogy Farkas Flórián az Országos Roma Önkormányzat közgyűlése nélkül, határozata nélkül, ő elkezdte ezt a programot. Pedig amit önöknek kellett volna például mondjuk felügyelni. Például. Kontrollálni legalábbis. Igen. 27 éve tart a rendszerváltás utáni roma integrációs időszak. Igen. Az alatt nagyjából tudjuk számszerűsíteni, hogy mennyi pénz ment a cigányság felzárkóztatására, és hogy eznek mi lett a sorsa? Volt az a 90 éves rendszerváltás, és volt az az időszak, amikor még az Unióba nem léptünk bele, nem dőlt a pénz. Addig állami forrásokból próbálták a romák integrációt megvalósítani, de amikor az Unió elkezdte finanszírozni az integrációt egyébként, tehát nem kizárólag, nem azért adja az Unió az integrációs pénzt, hogy
a középosztályt, akkor a kis középvállalkozásokat, hogy meg tudja erősíteni a kormány. Hát nem erre költik a pénzt, ez egyértelmű. Tehát itt látszik az, hogy a szándék például a képzésekkel kapcsolatban, az is uniós forrásból van, hogy 3 hónapos tanfolyamokat, akkor... Ezekre is van rálátásom, teljesen, totálisan csőd. Így van, egész. Így tehát van, az egész, ezt jelentsük, az most közösen kamu programokat hajtanak teljes, végre. Teljes, totális csőd. Én mondtam, az alapkompetencia felzárkóztató programokba beültettek érettségizetteket, főiskolásokat, azért, hogy a szociális segélyt ne beszítsék el. Tehát menni kellett neki akkor tehát, is. Tehát, hogy felzárkóztatok, hogy nem kellett már felzárkóztatni. Persze, természetesen. Amikor mondjuk csinálnak ilyen, meg indítanak ilyen programokat, különböző beiskolázási lehetőségeket, mondjuk lehívnak különböző civil szervezetek, meg vállalkozók. Főleg a munkahelyi központok. De a munkahelyi központ különböző vállalkozóknak ezt kiadja, ezt a lehetőséget. Egyes vállalkozóknak inkább úgy. Mindjárt mondom, hogy teljesen egyértelműen a Fidesz körhöz tartozó vállalkozóknak, és szerintem nem sok politikus és nem sok cigány vezető tette még meg azt a fáradtságot, hogy mondjuk ilyen különböző tanfolyamokat mondjuk végiglátogassam. Tehát én megtettem, tehát volt rá most lehetőségem. Én meg szerveztem. De várjon, tehát én meg például nagyon sok, nem egyet, hanem nagyon sok tanfolyamot végig tudtam látogatni. Tehát például akár Tiszavasváriba, akár más városba, és tehát az volt a minimum, tehát az első probléma, hogy mondjuk be sem jártak, és mondjuk a vállalkozót, aki mondjuk szervezte a tanfolyamot, senki nem kérte számon, hogy ott egyáltalán jelenléti ív legyen. Tehát nekem Zagyvagyulának kellett például közmunkavezetőként Tiszavasváriba azt elérnem, hogy jelenléti ív legyen, illetve én a munkahelyi központnál mindig bejelentsem, hogy ki hiányzik, stb. Illetve a munkahelyi központtal én még leküzdjem, hogy egyáltalán nekem erre van intézkedési, meg felügyeleti jogom közmunkavezetőként, hogy a beiskolázott közmunkásokat megnézzem, hogy eljárnak-e a tanfolyamra. De ez nagyon-nagyon fontos, és utána ezek a vállalkozók, és nem csak Tiszavasváriban, hanem nagyon, tehát ez van rálátásom máshol is teljesen így működik, ezekből a programokból nagyon súlyos 10 milliókat keresnek. Igen. Nagyon súlyos 10 milliókat, és úgy, hogy közben ezek a tanfolyamok alig valósulnak meg. Ez technikai probléma. Hát ez ettől szerintem kicsit súlyosabb. Én ettől sokkal nagyobb problémát látok. Súlyosabb, tehát én a képzésekbe, tehát kamuképzéseket nem létező szakmákban 3 hónapos, 4 hónapos időben ez is igaz? Nem lehet megvalósítani ugyanis. Attól még, hogy én beviszek valakit az iskolába azért, hogy kapjon pénzt, az nem azt jelenti, hogy egyúttal az elméleti oktatás után gyakorlati képzés nélkül. Igen, és az lett belőle, bizonyos telepeken az lett belőle, lesz, hogy mindenki azt óhajtja, hogy különböző tanfolyamokra járhasson, mert az sokkal-sokkal kifizetődőbb, mint például a közmunka, hiszen oda még be sem kell járni, és többet kapnak érte. Valóban ezek a problémák felállnak. Úgy a képzésekkel kapcsolatban a foglalkoztatással. De én azt mondom, tehát, hogy 100 milliárdokat, 1000 milliárdokat integráció címén lehívni az Európa Unióból, és olyan képzésekre fordítani, aminek semmi értelme. Tehát mondhatjuk azt, hogy kamuképzés. Ez nekem Magyarországon például 10 000 dada. Nem értem. Ez sem értem. Senki nem tud ahelyett, hogy kiképeztek volna, mondjuk gépi forgácsolóból, ezdet, CNC-sből, 2000-et, jó, de most a telepeken lakó, alulszocializált embereknek de milyen képzést gondolt el? Mert most a gépi forgácsoló, tehát azt azért most maradjuk a földön. Kőműves, burkoló, festő, ilyen képzéseket nem 3 hónap alatt, meg 6 hónap alatt, és gyakorlati időben be kell őket tanítani. És abban egyetért, hogy ehhez például nagyon nagy esetszámban szükség lenne egy előfelzárkóztató programra? Mennek, hát a magyar kormány csinálja, arrébb beszélt a alapkompetencia. Még pedig hol csinálja a magyar kormány? Csinálja az egész országos szinten. Hát én még nem vettem észre. Hát ott nem csinálják. Heves megyétől Borsod megyék, mindenütt vannak alapkompetencia felzárkóztató. Pontosan azért, egy világon pontosan azért, hogy azok, akik nem dolgoztak a munkavilágában 20 éve, 30 éve, és nem tanultak tovább. Az alapkompetenciájukat fejleszteni kell. Mit ért írás-olvasás. Amiről ön beszélt, írás-olvasás. Tehát addig... Különböző szocializációs kérdések. Addig,
amíg egy űrlapot, egy adatlapot nem tud kitölteni a munkaügyi központban, vagy bármelyik önkormányzatnál, a kormányhivatalnál, Magyarországon szinte 90%-ban addig nem, senki ne várja Magyarországon azt, hogy a magyarországi ilyen fokú képzettséggel rendelkező emberek megállják a helyüket. Nem, hogy olyan szakmát tanuljanak, ami piacképes, és itt a lényege. Tehát az, hogy most integráció címén itt 100 milliárdok mennek el, és a kormány ki az ablakon, azt mutatja, hogy le van tudva a probléma, és utána ez ki van rakva. Egyetlen kérdésem van nekem most, így, aztán lépünk a témáinkban, hogy akkor kijelenthető, hogy mondjuk az uniós tagság utáni roma integrációba bele tolt, nem tudom, iszonyatos mennyiségű 100 milliárdok, azok ellettek tüntetve, ellettek mutyizva, ellettek lopva? Egy része biztos, hogy így van, én úgy gondolom, mert ha a másik része, tehát nem került közpénzből, nem alakult át zseppénzé, akkor viszont a kidobott milliárdok, 100 milliárdok az ablakon semmi értelmét nem látom, mert attól még, hogy kiképeztünk embereket, és megkapták ezt az OK-s bizonyítványt, már munkahelyet nem tudtunk nekik teremteni. Van olyan ismerősöm, akinek 6 OK-s bizonyítványa van, egyik szakmájában se tud elhelyezkedni, mert azt azért tudni kell, hogy Dodának például a roma származású embereket nagyon nehezen fogadják be, függetlenül attól, hogy milyen képességekkel foglalkozik. Még ez is tény. Tehát, még ezt is aláírom. Van egy előítéletesség. A telepeken, tehát most szétválasztanám, azért most, ami főleg mondjuk a úgynevezett idézőjeles cigány problémát okozza a társadalomban, az főleg mondjuk a szegregátumoknak a viselkedése, és mondjuk az, hogy az a fajta okokozati összefüggés, amit például az ő viselkedésükkel a többségi társadalomnak, főleg egyébként az velük egy városban lakóknak, várjunk, illetve a telep környékén lakó nem kisebbséghez tartozó, meg nem roma származású embereknek okoznak. Tehát mert olyan szintű hátrányt okoznak ezeknek az embereknek, hogy mondjuk, hogy utána ebből adódnak a cigánykérdés problémái. Mint egy kollektív problémát. De hát én nagyon olyan, jól tudom. Ne úgy állítsuk be, mert például ott van felnémeti béketelep, semmilyen problémát nem okoznak a többségi társadalomnak. Hát ebben vitatkoznék, hát egerben lakók, hát én nem vannak egyes ügyek, de most kérdezem öntől. Szarvaskőbe lakik-e roma származású ember? Nem, mert ott van a telkem Szarvaskőbe. És akkor ön tudja, hogy Heves megye területén 122 település közül melyik az első bűncselekmények szempontjából? Aki vezeti Szarvaskőbe? Szarvaskőbe? Nem, igen, Szarvaskőbe. De elmondjam, hogy miért? Hát persze, a falopások miatt, meg a többi. Igen, meg azért, mert például Zajba Gyula bejelentette mondjuk a telkét, amikor feltörték, de hogy is vélek, de mert az, mert azért mondom, az ottani polgármesternő mondjuk bejelenti. Bejelenti a bűncselekményeket, akit nagyon jól ismerek, meg egyébként a rengeteg falopást bejelentik a statisztikát ne vegyük már. Beszélhetnénk egyébként, akkor vegyük a statisztikát, mert ha ott van Tarnasadány, ugye Tarnabod. De a statisztikát, de én pont ezt akarom mondani, ne a statisztikából induljunk ki, mert a statisztikát egyrészt hamisítják, másrészt a bűnelkövetési statisztika az abból indul ki, hogy a ismert bűncselekmények, amiből eljárás lesz. Az agy vagy a Gyula most a sajtóban megjelent hír formájában, ugye van ez a fenyegetési ügy. Hogy is történt ez a fenyegetés? Ugye volt ez a telefonos fenyegetés, ott ilyen elég erős szavak hangzottak el. Mielőtt az agy vagy Gyulára bármit rá lehet kenni, meg arról mindent el kell hinni. Tehát amikor a Varga B. Tamás nevű internetes megmondó ember még másfél napig karaktergyilkolja az agy vagy Gyulát, akkor az agy vagy Gyulának volt igen keményebb reakciója erre, nem az interneten, hanem a való világban, és felhívta Varga B. Tamást, igen, és mondott neki olyat, aminek lehet, hogy lesz egyébként törvényi következménye, és azt az agy vagy Gyula fogja vállalni egyébként, és hogyha majd megbüntetik érte. Tehát, hogy elég kemény szavak hangzottak. Én most ezt elmondom, akkor még ne várjuk a bírósági eljárást. Elmondom, hogy ne aludjál otthon. Igen, elhangzott, megbüntet majd érte a törvény, akármi lesz a vége, vállalom.
de legyen már vége a következmény nélküliségnek, és utána tehát az, hogy másfél napos, teljesen tudatos karaktergyilkolászási, tehát össze-vissza hazugságoknak a tudatos interneten való eljuttatása után felhívom. Egyébként amúgy nyilván erősebb hangnembe, utána ott folyamatosan manipulatíve és tudatosan rákérdez, hogy akkor most meg van fenyegetve a családom, én meg ötször elmondom, hogy nincsen, és azt sem tudom, hogy van családod, sőt van egy olyan mondatom, hogy kijelentem, hogy nincsen meg fenyegetve a családod. Ezek után ő ennek a totális ellenkezőt leadja. Mondom, amit mondtam, és törvényességen átment, azt vállalom, büntessenek meg érte, de ha kiderül, hogy a Varga Tamás hazudik, legyen már a nemzeti oldalon leprás. Oké, vissza a történethez. Következő pontunk az úgynevezett törvény betartatása, törvény tisztelete, törvény, finoman fogalmazva, az érdekes kezelése különböző szegregátumokba, különböző romák lakta település részeken. Be lehet-e tartatni a törvényt? Mert nagyon sok helyen az van, hogy ha a rendőr kimegy, azt mondja, hogy tegyenek feljelentést, de négy szem közt elmondja, hogy úgysem nagyon tudunk velük mit csinálni. Mert hogy nem tudják lebeszélni, tehát a rendőrségnek az egy alap. A viselkedésük miatt azt mondja, hogy de hát ugye újra a bűnismétlés, tehát ugyanúgy ezt a fajta életformát fogják vinni. Nem ajánljuk, mert csak papírmunka. Na most kérjük vissza erre a dologra, hogy be lehet-e tartatni a törvényt ezeken a telepeken? Van-e egyáltalán olyan szabályozottság, olyan szabályrendszer, amit egymás között például elfogadnak ezeken a területeken élők? Régen nem volt ilyen jellegű probléma, tehát az én korosztályom az betartotta a törvényeket, mindenki dolgozott, mindenki volt munkája. Hogy régen kisebb volt a probléma, mert a régen is volt. A szocializációs dolgok miatt. Kisebb és volt ez két oldalú. Tehát egyrészt vannak azok a szipós, apró lopást, bűncselekményt elkövető emberek, nagyon sok helyen. Tehát nem azt mondom, hogy az egész országban, de vannak olyan roma telepek. A másik részről persze, a másik részről viszont vannak diszkriminációk a cigányok ellen. Hát például a Szalába egy rendőrös telepítettek ki egy telep program keretében, és ha van bicikli, akkor az ő büntetik meg, ha gyalog meg, akkor meg azért, mert nem a járdán megy, igaz, hogy járda sincsen, de szekálják az embereket. Tehát én is kint voltam kocsival, és nem volt bekötve az övem, természetesen nem mentem a kocsival. Van egy rossz hírem, a társadalomban is szokták egyébként a rendőrök ilyen jellegű dolgokkal szekálni az embereket, és engem is nagyon sokszor megbüntettek már azért, mert nem volt bekötve az övem. Jó, de nem az árnyék szalába. De mondtam, hogy álltam. Tehát én nem közlekedtem a kocsival, bennültem a kocsiba, le volt húzva az ablak, és úgy kommunikáltam emberekkel. De ne erre húzzuk már fel, mert egyébként amúgy ez biztos, hogy igazságtalan. Egyébként, de én meg azt is látom, hogy mondjuk a telepeken lakók egyébként a törvénnyel való minimális a törvénynek a felmutatását, meg norma felmutatást mondjuk a hivatalos szervek részéről már minimálisan is támadásnak veszik, mert annyira nincsenek hozzászokva, hogy ezt rögtön támadásnak veszik. Hát én azért Magyarország szegregátumainak a nagyon nagy részével jártam. Gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár megye. Nem csak Szabolcs-Szatmár megyébe, hát Heves megyébe is. Tehát Heves megyébe például Átányba, én is jártam oda. Átányba, Tarnazsodányba vettem részt. Na, Átányba például, amikor mondjuk felmutatja nekik a normát az ember, hogy mondjuk azt a 63 vagy 64 darab lakást, házat, amit az elmúlt 5 évben szétszedtek, tehát konkrétan elloptak és széthortak, hogy ezt egyébként nem kellene, meg nem lehet, meg ezt törvénybe ütközik, akkor teljesen nem is értik. Nem az a probléma. A bizonyos emberek nem is értik. Tehát politikusként, nekem nem ez a probléma. Hát ez önnek, elég probléma. Önnek egyébként igaza van. De én nem vagyok politikus. Csak mondom, hogy önnek egy részből igaza van, hogy felháborító dolgok történnek. Ezek nem felháborító dolgok. De én azt mondom. Mondjuk már, hogy ezek nem felháborító dolgok, ezek a többségi társadalomnak az életminőségét tönkre teszik. Tehát ez is igaz. De ezt mondjuk én, mert nem felháborító. Nem magánszemélyeknek a dolga az, hogy az igazság De én azt mondom, hogy amikor látom, hogy a hivatalos, de én elhiszem, hogy én nagyon sokszor láttam már, amikor a hivatalos szervek mutatnak fel mondjuk normát. Igen. Akkor is vagy nem értik, vagy teljes mértékben támadásnak veszik, és már mennek önhöz panaszkodni. Akkor Zagyva úr, arról beszéljen, legyen szíves, hogy mi,
32 feljelentést tettünk, abból 8 feljelentés Farkas Lórián személy ellen történt. És a magyar ügyészség megvédi. Arról beszélgessünk, hogy a politikai milyen nyomást gyakorol a nyomozóhatóságokra. Tehát akkor, hogyha... Hát azért most pont jó helyen mondja, mert mondjuk például a Jobbik, az például elég sokszor ezt feszegette ezt a kérdést, parlamentbe bevitte. Mert hogy két, Jobbik ebből pont, mert hogy két és fél éve vannak olyan ügyek, amikat az egyik hatóság átküldi a másiknak, áthelyezi, illetik a sérül. Magyarul nem akarnak nyomozni például Farkas Flórián ügyében. Pontosan erről van szó, de ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a BRFK-nál tavasszal, márciusban átadták egy rendőrszázadosnak az egyik ügyét, behívatott, és akkor számomra kiderült, hogy a feljelentés adatai egy része eltűnt. És már nem ez volt az első eset például. Hogy újra kellett pótolni. A NAV-nál komplett DVD-lemez, ami a bizonyítékokat tartalmazta, eltűnt. Ez mind Farkas Flóriánra terelő bizonyíték. Igen, Farkas Flóriánnal kapcsolatos dolgok ezek. Akkor kérdezem önt, hogyan várható el a hatóságtól, hogy ne diszkrimináljon, tartassa be a törvényeket, esküjükhöz híve járjanak el. Amikor ilyen dolgokat látunk, hogy egyeseknek törvények fölött állnak, kettesekkel meg minden egyes balhét elvitetnek. Kettős mérce jogrendben élünk, és mondjuk már ki ezt a definíciót. Én most nem tudom, mert tudom, 900 ezer romára gondolok Magyarországon, hanem a Magyarországon jól elhatárolható szegregátumokban, igen, és közbiztonságilag veszélyes övezetekben vegyünk külföldről kölcsön egy kifejezést, no-go zónákban, mert vannak Magyarországon no-go zónák, ezekben a no-go zónákban is működik a kettős mérce jogrend, mégpedig olyan formában, hogy ugyanaz a bűncselekmény és ugyanaz a szabálysértés mondjuk a no-go zónában nincsen, nagyon ritkán van egyáltalán felderítve, vagy egyáltalán nagyon ritkán van következménye, és ugyanaz a bűncselekmény vagy szabálysértés, mondjuk 500 méterrel arrébb, meg már az állam tudja kezelni, 500 méterrel arrébb már például egy védőnő, hogyha mondjuk egy átlag magyar nő mondjuk szül, akkor mondjuk Tisza-Vasváriban mondjuk a Kossuth úton szül, akkor a védőnő nagyon szépen tudja csinálni a dolgát, és többször meglátogatja, úgyis, hogy lehet, hogy nem is kellene mindig, hogyha ugyanez a mondjuk a Keskeny utcán van, ott pedig nem veszi észre, mondjuk esetleg, hogyha tele van szarva a szoba. És ennek, hogy ennek mi az oka? Elmondom, hogy többek között az az oka, hogy mondjuk van, amikor nem veheti észre, és most ezt a védőnő érdekében mondom. Mert nem veheti észre, mert hogy a köztisztaságnak nem felel meg, akkor elviszik a gyereket. És akkor mi lesz? Akkor megfenyegetik. Na és akkor nem úgy fenyegetik meg, mint hogy az agyvagyú a Varga Béka más, hanem akkor a tényleg életveszélyesen megfenyegetik. Nem az a probléma, itt kedves agyvó úr. De ilyet hányat mondjak? De ez nagyon nagy probléma. De ez nem országos szintű. De ez a magyar vidék összes szegregátumában jellemző. Személyekre lebontva bizonyos telepekkel kapcsolatos problémákat országos médiába elmondani lehet, persze természetesen, de én azért jöttem ide egyébként, hogy itt országos problémákról. Hát ez országos probléma. Nem, az helyi problémák. Nem. Helyi problémák szerintem. Nem. Mert az, hogy az integrációs, roma integrációs pénzeket egy-egybe ellopják, ez országos probléma. Az is országos probléma, hogy 70 és 90 között az akkori MSZNP lehetőséget adott az embereknek, hogy házhoz jussanak, telepeket számoljanak fel, cigánytelepeket, igen, normális lakhatást biztosítsanak. Igen, igen. Tudták az normális emberek, munkahelyet is biztosítanak. Így van, tudták az emberek, hogyha én beadom a lakásigénylésem akár bérleti, akár szövetkezeti lakásra, akkor 5 éven belül megkapom. Tudtak tervezni. 90 után megváltozott. A romáknak a 80% elveszített az állását, egzisztenciáját, megélhetését. Ezáltal a lakását is. Ezért kénytelenek voltak visszamenni a szegregált környezetekbe. Ott letelepedtek újból, felnőtt egy generáció, aki megnősült, ott megint azok is megnősültek, és 3-4 generáció lakik ugyanabban a házban, amit az eredeti szülők megvásároltak
annak idején. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!